Körülbelül 2 perccel ezelőtt intették le a kvalifikációs futamodat. Igazából örültem, hogy vége lett. Sikerült elsőnek eljönnöm a rajtból. Beálltam egy tempóra, nem mertem túl gyorsat, mert sajnos keveset motoroztam. 4 alkalommal tudtam motorozni a Zolinak, az Integrál Egyesület elnökének a motorjával, tőle kaptam, ők szponzoráltak, és úgy, hogy a kezem ledugva, tehát fejbe ott voltam, ugye az a 30 év motorozás, az nem maradt el nyomtalanul, viszont hát az alkar ugye az, ami a motorozás alapja, ahhoz csak motorozásra tudja az ember fejleszteni, de megpróbáltam a régi rutint, és végigmentem egy bizonyos tempóval, ami elég volt az első helyhez. Ismered a gyáli pályát, mégis egy rehabilitáción van túl a pálya. Hogyan látod most, hogyan sikerült ez a rehabilitáció? Szerintem egész jól sikerült. Igen, mikor gödrösödik a pálya, mindig vannak egy-egy rejtett nyom, ahol még el tudok menni, ha aránylag sima, és talán ezzel elég nagy előnyre lehet szert tenni. Mit vársz a mai naptól? Szeretném megnyerni, tehát itt az ég is úgy akarja, a mozorom is. Akkor szeretném mind a 2 futamot behúzni, de hát itt ez mindenkinek áll, ez egy technikai sport. A többiek készülnek, folyamatosan edzenek, majd meglátjuk. Milyen segítséget tudott a mai versenyre nyújtani az Integrál Motorsport Klub? Hát a klub az nagyon sokat segített, végül is nekem mindent ő állított elő, a felszerelést, a motoromat, az üzemanyagot. Kaptam 4 alkalmat a motorozásra, úgyhogy ők mindent megtettek azért, hogy itt ma tudjak indulni és jól szerepeljek. Senior kategóriába indultál, hogyan tovább? Ez az egy verseny van a terve, és a következő majd csak a csapatbajnoki, tehát nem indulok végig az egész sorozaton. Nekem is van 2 fiam, ők fociznak, úgyhogy úgy néz ki, lesz egy kis időm, talán a szünetben megnézem az egyik meccsét, és jövök vissza a futamra. Említette a családot, hogyan fogadta az, hogy mégis visszakacsingatások vannak a motorsport felé? Hát a fiúk örültek, a feleségem annyira nem, de mindegy, ez nem lesz olyan sűrű alkalom, mint annak idején. Ha multidézésre kerülne sor, melyik eredményt említeni fel? Hát így állom, szinte majdnem minden versenyt megnyertem, egyszer voltam sérült, nem? Azok nagyon szép emlékek. És talán a legnagyobb eredményem a Bulgáriában egy EB futamon volt, egy 3. helyezésem, amire nagyon szívesen emlékszem vissza. Családban lesz-e, aki a motorsportot választja? Hát nálunk a fiúk most a foci felé. Igen, az tetszik nekik jobban. Igaz, mind a 2 gyerek tud motorozni, a nagyobbiknak elég nagy tehetsége is van hozzá, mondtam, de ő választása, tehát ő azt jobban szeretné, akkor csinálja azt. Volt-e apai befolyás, hogy motorozást válassza mégis inkább? Annyira nem akartam, tehát elkezdte, ő már 2,5 évesen motoron ült, a nagyobbik, a kisebbik az kicsit később, de nem, hát én rájuk bízom, amiket szeretnék, csak azt csinálják keményen. Mit üzen a fiatalabb generációnak? Készüljenek, edzenek keményen, és kitartás, mert ezen a pályán kell. Hogyan látja az utánpótlást? Nemzetközi porondon a magyar mező, hogy meg tudja határozni? Nagyon sok ügyes fiatal van most. Itt van, hát a Szoboda Bence, ugye úgy egyszerik, Firtosvári Gábor, meg vannak még többen a fiúk. És ebben a klubban is itt van a Izsolt Zoli, akivel szoktam, azért rá szoktam nézni, odafigyelek a felkészülésére, ő is nagyon ügyes. Igaz, ő még nem tud profi szinten edzeni, mint itt a többi srác, aki az első osztályba megy. Ő most a másodosztályba indul, bízom benne, hogy mind a 2 futamot behúzza. Aztán majd rajta múlik, hogy most mit választ, ha szeretné profi szinten csinálni, akkor a kondicionális edzéseket is el kell kezdeni, és a mindennapos motorozást. Ez rajta áll, tehetsége megvan. Mikor kezdte a pályafutását, és mi motiválja még? Hát én 1983-ban kezdtem, aznak 30 éve van, és ez az egész sport illet motivál, a fiataloknak életerőt adni, kitartást adni, és szeressék ezt a sportot. Nagyon nagy emberfeletti küzdelem néha. A versenyzés valamelyes lemondással jár, a család hogyan fogadta ezt? Kicsit háttérbe szorul ilyenkor a család, de nagyon jó hozzáállással vannak. Mi a véleménye a gyáli pályáról? Nagyon nehéz, nagyon kitartónak kell lenni. Mi szeretjük, mert itt élünk, itt tettünk föl rajta. Hogy érintette önt, hogy 8 év után ismét magyar bajnokság érkezett gyárra? Hát ez nagyon nagy élmény. Van egy kis gyomorideg is ebben az időben, nagyon sok munka van benne, de ilyen nagyon nagy élményt kívánok mindenkinek az életébe. Megérte a befektetett munkait a pályakarbantartásba? Igen, igen, nagyon megért az a rengeteg versenyző, rengeteg néző, és mindenki jól érzi magát. Mit üzen a fiataloknak? Soha ne adják föl, kezdjék újra, keljenek föl a földről, és motorozzanak. Melyik eredményére a legbüszkébb? Hát az nagyon rég volt, egy második helyi országos bajnoki, második helyi másodosztályban. Hogyan tovább?
ebbe az évben motorozás, aztán meglátjuk, mi lesz nyugdíjig. Pápai Mihály gyálváros polgármestere beszélt arról, hogy fontosnak tartja az önkormányzat a sportágak támogatását, és tervezik az infrastruktúra fejlesztését is Gyálon. Ebben az évben is és korábban is egy 5 millió forintos pályázatot írtunk ki a gyáli sport szervezetek részére, és éppen csütörtökön döntöttünk arról testületi szinten, hogy ki milyen támogatást kapjon. Valóban nagyon sok sportegyesület és sportoló van a városban. Említhetném a legnagyobb létszámút, ugye, mint minden településen, a labdarúgókat, említhetném a birkózókat, kerékpárosokat, pingpongosokat, lovasokat, galambászokat, és még sok mindenki mást, akit most esetleg kifelejtettem a felsorolásból, és én ennek nagyon örülök. És annak is örülök, hogy a kormány annak idején úgy döntött, hogy minden járási településen vagy járásban kell egy tanúszodát építeni. Mi az első 10-ben benne vagyunk, a 6-ak, és a tárgyalásaink megkezdődtek, és jövő szeptemberre kész kell lenni egy tanúszodának Gyálon, és ezen dolgozunk. És még azt is szeretnénk, hogyha egy csodálatos sportcsarnok is megépülne a jövőben, ezen is dolgozunk, és hát erre is nagy reményünk van. Mi szeretnénk a sportot támogatni, én magam is a mai napig is sportolok, ilyen amatőr szinten, focizok, ugye ez a legegyszerűbb, egy bőrlabda és 4 ember kell hozzá, és már mindjárt lehet foci csapatot alkotni. Én azt kívánom mindenkinek, hogy sportoljon, és igyekszünk majd egy olyan sportot, sportkomplexumot kialakítani, amelyet mindenki szabadon látogathat, nem zárjuk a kapukat, hanem mindenki előtt kinyitjuk, ezen dolgozunk.